Na sziasztok, én Super Alex 0-2 vagyok, és ma 100-nél tétezni fogunk ismét, csak egy kicsit máshogy a második évadot kezdjük el, és itt lenne velem Bence. Sziasztok! És ő is fogja most venni a saját csatornáján, igen. Neki igen. Viszont az első évada lesz, ugye? Pontosan. És ha szeretetek, még akkor dobjatok egy lájkot, és... Igatkozzatok fel! Jax, és megpróbáljuk összegyűjteni 300 lájkot, tehát meglátjuk, itt a leírásban is 1.8-1.10-ig bármilyen kliense föl lehet jönni, annyi, hogy nem egy 10-es PvP van, hanem 1.8-as. Igen, szóval 1.8, 1.9 és 1.10 mindegyik működik. Na mindegy, szóval leszögezném előre, hogy mik is úgymond a challenge-ek, vagy hát a küldetések, amit ugye teljesíteni kell nekünk. Szóval, mind a kettőnek legyen meg a 100 millió, ugye? Nekem megmaradt az előző évadamból a pénzem, ugye? Az a 6 millió, szóval igen. És szóval igen, mi annyival kezdünk most. Én meg az alappénzzel, ami nem tudom pontosan, ami nem látom. Mert levettem a csetet, de mindegy. Igen, na mindegy. Igazából... Azt hiszem 2500, de a lényegtelen igazából az a lényeg, hogy mindegyikről meg lesz 100 millió. Mind a kettőnknek, ugye meg kell, hogy legyen a legnagyobb rang, ugye nekem már teljesítve van, viszont Bencének is, hogy ugye teljesülnie kell, hogy legyen, szóval egy 10 millió pluszba ugye még, fáj ez az egész. Ja, de az már csak nekem. Ja, csak neki. Kaptam 5 monét, meg kivágtam a fát. Ja, tényleg, milyen jobszokon vagy, mert én azt hiszem... Szerintem favágom, mert most csak kaptam 10 monét. Aha, megnézem a munkákat. Anyás, megint 5 monét kaptam. Folyamatosan kapom a pénzt. Megírt monet. Ki se ütöttem a fát. Megír, most meg 10. Szerinted legyek favágó vagy bányász inkább? Favágó. Bányász jobban fizet. Később jobban fizet, persze. Ja, ott egy csontváz a földön. Szerinted meg favágó. Ah, bokker, nem jó. Meg fog halni. Várj, van kardom, hi vagyok. Öld meg, fiam. Megadom. Ez az, na jó. Meg is öltem, szóval nem tudok felmenni. Na és ahogy látjátok, ugye egy éves lett a Silver Club, pont ma lett egy éves, 22-én, amikor ezt a videót forgatjuk. És igen, egy évesek lettünk végre, egy év után. Pontosan. Szóval... Visszatette a fát, köcsökfa. Ahogy látjátok, elég sok update van, és ugye most zárva van a szerver, mármint ugye karbantartás alatt van, mivel rakjuk be a sok update-et ugye a egyéves dolog miatt. És igazából, ja, elég jó lesz majd szerintünk a szerver, sokkal élvezhetőbb lesz, mint volt. Túlélő terén. Hát már most is észrevettetek, hogy milyen mapon vagyunk. Hát azért egy kicsit komolyan, például nálam látjátok, hogy Shaders-ben vagyok, ugye? Amíg Alex videója majd, hát nem videó, inkább csatorna ellen lesz a leírásba, mert nem mindig egyszerre fogjuk felbaszatni a kettő részünket, hanem majd mindig ahogy alakul, kinek hogyan. Ja, én is vágom addig a fát. Szerintem most ugye nem kell, van 26. Én elkezdem ott az alap, el kéne kezdeni egy alapot szerintem. Ja, jövök. Mondjuk, ja. Szóval, csinálok egy crafting table. És ugye a amúgy sorozat folyamán ugye kitalálunk minden challenge-et magunknak, hogy mit kell ja csinálni, ugye. Ez a desert nekem, ez nagyon világos, Shaders-be. Levédte, ki tudod nyitni? Nem tudom kinyitni, hagyjál hozzá majd. Amúgy gyerekek, nagyon szép a táj, és Shaders-en. És majd lesz warp, és akkor hozzá le, ide jöhettek majd ti is, aki pontosabban akar. Ja. Bence az egy előnyben van, hogy van egy nickje. Ez az egy előny. Mert én megteltem. Vagy itt az F3-ba, itt van a koordinátáka, ide akar valaki jönni. Nem kezdtem el venni a videót, most nézem. Szopatsz. Leállt a videó, 17 másodperc. Szopatsz! Várjál, elkezdem. Na, itt is vagyunk, amúgy csak nálam volt egy vágás, ugyanis... hát lehet a frapszom, én nem tudok pontosan, hogy miért, várjuk, utána nézek, lehet, hogy az oka pontosabban az, hogy megtelt. Nem, még van 300 gigám, akkor nem tudom, mi a szart szarakodik, ez a fos. Mindegy, a lényeg, hogy kivágtunk egy fát, Alex elmondott egy-kettő dolgot, hogyha érdekelteket, akkor max elmenjetek a csatornájára és nézzétek meg, mert ő is veszi, ugye, mint már mondtuk, de azt szerintem benne volt. Nem tudom pontosan, hol állt le, de mindegy. Legyek, hogy itt vagyunk. Enyém. Várjunk.
És amúgy a legelső 3-4 rész az ebből fog állni amúgy, hogy itt fát vágunk, mit tudom én, elkezdünk valami alapot építeni, mondjuk egy kertet esetleg. Inkább. Hát igen, itt szarakodunk. Na jó, ne ilyen színe legyen szerintem a házam úgy. Ez a kert lesz. A kert lesz, jó. Akkor ti csinálnak kertet, én elég még bányászni szerintem. Jó. Jó, hogy a követ azért majd hozhatnám, mert nekem folvágás az majd kéne az a kőbalta, mert az a jobban tudnám vágni. Itt van amúgy, várjál, hülye. Ide gyere. És is sokkal faszántosabb. Úgy cén is van. Sokkal faszántosabbak a bányák is. Jó, így meg fog halni. Na jó, ha látnék nem is valamit, na jó. Ez így nem lesz jó. Az a baj, hogy ezzel nem látok semmit. Annyit látok, hogy menekülsz valahova. Nem tudom hova. Mi történik ott? Meghalok. Nem látok semmit, esküszöm. Hát én mennék segíteni, de... kéne fákja. Na látok valamit, várjál, valamit látok. Meg fogok halni. Valami ült engem, vagy nem tudom. Gyere már ki. Hogyan jöjjek ki, hogyha egy szívem van? Oké, okay, akkor gyorsan set homolj oda. Legalább akkor a cuccaid... A kurva! Mondjuk tudsz rám tépézni. Szuka bliac! Meghaltál? Aha. Fogadd el. Nem se tépéztél. De, rátépéztem. Bejöttem, hogy TP a demon. Mi a fasz? TP accept. Nem írja ki, hol? Nem, TP is not all of it, de spamnon nem tudok TP-azni. Hát akkor mennyi mondjuk a deckekkel? TPA de van. Please wait 3 seconds. Oké, várja. TPA, jó, megvan. Na jó, segítsen, én nem látok semmit. Multiplayer settings. Akkor vegyél, nálam, de várjál, hol haltam meg? Itt haltam meg? Ja, ott haltam meg. Itt a sok cuccom. Vagy egy gyorsan fuss ki, vagy valami, nem tudsz kifutni? De ki fogok mindjárt. Ruszki. Ruszki. Jó. Na jó, ott nagyon sok szén van amúgy. De jó. Na ide keresünk akkor egy másik bányát, mert nagyon sok bánya van ebben a világban. Ez a jó, hogy ebben nagyon sok bánya van. Nekem itt van a kardom a kezemben, én meg nem öltem meg őket. Itt van még Jézus egy. Bence. Itt van még amúgy egy. Ezek harcolnak ám egymás ellen. Itt van még egy. Itt hallom, hogy pósolóznak. Szén. Az gyorsan, és akkor le tudsz menni oda mi hozzánk is. Nálam elvileg világos lesz, meg amúgy szerintem... Majd az ilyen izéket felgyorsítom, gyerekek, amúgy. Az ilyen fovágást meg ezeket, mert itt most pofázunk. Hát de azon kívül nem történik semmi más. Miért ne? Jó, 20-ig lesz amúgy az első rész. És nem vágja ki a fát, mi van? Ja, ez az. Ezek harcolnak lent, és 10,70 monáit kaptam eddig. Unom, jó, ez egy bánya a másikkal. 2717. Egy bánya a másikkal, ez olyan, mint a WebOS-ba, hogy kijön kettő pontról. Ó, baszki. Légy el segíteni? Aha. Hol vagy? Itt átjöttem egy másik oldalra, és itt is fel lehet jönni, vagy le lehet jönni. Itt vagyok, gyere, ugorj le. Ja. Jövök. Miért nem hal meg? Jönni spam, ne. Ne. Tátátám. Tátám, tátám. Mennyi szén, gyerekek? Jézus, mennyi szén. Ja. Nem sem ez a creeper. Amúgy a inventory-k törölve lettek, meg igazán minden, a pénzen kívül minden törölve lett, az egész szerver mindenkinek. Mert ja, amúgy igen. Maradtak. Milyen bánya, figyelj, mennyi szét, hülye! Yes, na, szar! Nagyon jók a bányák. Ó, bakker, most nem látok semmit. Lekapcsolták a villanyt? Tegyél le egy fákja. Elaktam, csak én úgy megyek, hogy a kezemben van a fákja. Jó, menjünk. Come on, to the radio now. Gyakorld meg, amúgy 1.10-es izé volt az előbb, és egyesével ütögettem amúgy. Nem szedjük ki amúgy a vasakat? Meg kurva sok van. Egy kicsit először mindig körbe szoktam nyomni általában. Jó, itt fullos. Lárkok ide, hogy tudjuk, de. Hogy van itt. Kell egy crafting table? Aha. Itt van, tessék, gyere. Ha van köved. Pillanat. Mindegy, megoldottam. A creeper csak abban nyomtál. Ez cobblestone. Aha. Jó, megöltem. Na jó, akkor ide legalább... Jó, nem tudom ezt mennyi kijutni. Ilyen kábősztón vagy valami.
Jaj, végre. Alapból le van. Itt van, meg alapból kábéztem meg. Világosság. Stone az minden. 200 monet kaptam, amíg kiütöttem a vasat. Vagy a szenet. Ja, meg 400-at. Alex? Nem lesz kicsit ilyen fullos ezzel, ez ma van 4000-em. Ez még a régi árfolyam. Kicsit durva a régi árfolyam még, igen. 400 kapok azért, mert kiütöttem egy vasat. Ja, amúgy itt még mindig benn van az amúgy, gyerekek, hogy ha kiütöd a vasat, akkor így megkapod kiégetve egyből. Hát nem, akkor nem is kell igazából kemence. Nem kell, hát. És amúgy mindenkinek, mint ahogy Alex is mondta, mindenet öröl veled, pénz, a pénz azt hiszem nem pénz. Csak a pénz, meg a rangok maradtak meg. Igen, tehát inventory, EC, minden ilyenek kitöröl veletek azért, hogy mindenki előről normálisan el tudja kezdeni. Meg igen. Te pénz megmaradt, hogyha valakinek azt se kell, akkor adja, hogy valakinek aztán kezdje a nulláról, ahogy gondolja. Azt már rábízzuk, hogy ki mit csinál a saját pénzével, ami megmaradt neki. Igazából azért hoztuk ezt a döntést, mert alapból ez a világ sokkal jobb szerintem, mint az előző. Sokkal nagyobbak a biomok, szóval nem olyan például mondjuk, mint én mész 100 blokkot a desertbe, az már vége lesz. Itt úgy képzeljétek el, mentek, azt egyfajta ugye az a biom van szinte. Szóval ezzel csak egy baj van, ugye, hogy nehéz más biomot találni, de hát... Tehát sokáig van ugyanaz a biom, igen. Itt például a ló az már fontos igazából, például. A ló az elég fontos. Ja. Yeah. Mert eddig nem volt fontos, lesznek mypetek is, ami igazából nem ilyen sima mypet, hogy oké, és hívjuk le csá, hanem ki kell fejleszteni. Ja, igen. Amúgy lehet egymás ellen játszani velük. Igen. Azt igazából, ja, eléggé jó lesz, szerintem. Sokkal jobb lesz, mint voltak így a mypetek, így a... Mert régen volt szívekre, a mypet olyan szar volt, szóval sokkal jobb lesz. Lesznek saját receptek is ugye, például mit tudom én, amit mondjuk nem lehet lekraftolni, valami olyasmi például, valami különleges tárgyhoz. Lesznek küldetések, igazából nem akarok túl sokat spoilerezni, így is spoilereztem egy csomót, de nagyon sok minden lesz. Ugye ez lesz a szíveklap 3.0. Meg amúgy még ez a sorozat az annyit, hogy lesz amúgy egy warpunk, hogy majd szerzünk egy legendást, amúgy warpot, és akkor el lehet jönni hozzánk, és aki akar az adományozhat, hogyha bármit szeretné, mert régen így volt a lesznél a sorozatnál. És ugye, akkor most már az én nézőim is tudják, hogy lesz ilyen. Vagy itt a koordináta, aki kedve tartja elsét a lidáig. Szevasz. Ja. Jó. Az előző évad azt hiszem, így pontosan nem tudom, vagy 26, vagy 27, vagy 28 részes volt. Ez szerintem sokkal több lesz. Mert több pénzt kell összefarmolnunk. Több pénzt kell összefarmolnunk. Előző... De aktívabb lesz a sorozat. Tehát most ez ugye sokan mondtak, hogy nekem mindig olyan sorozataim vannak, hogy sose fejezek be. Hát jó, persze, mert Skype API, azokat sose fogom tudni befejezni. Max akkor, amikor azt nem mondom egyszer, hogy ennyi volt. Azt csak úgy lehet befejezni. Sokszor majdnem az volt. De volt egy faction, persze azt sem csináltam tovább, persze. De az azért is, mert ugye már az a szerver nem megy, amint factionoztam. És ezért... Vannak ilyen sorozatok, amiket befejeztem, meg vannak ilyen idéglenesek, amik csak egy kis időre fejeződtek be, meg minden, de ezt megpróbáljuk így normális időn belül kivinni. Ja. Igazából... Láva! ...tudjuk vinni, mit tudom én, fél év alatt. Még az annál kevesebb idő alatt is. Attól függ ugye, hogy ti mennyire támogattok, például úgy értem, hogy mondjuk itt ilyen boltban mit vesztek, meg ilyesmi. Ugye úgy lesz majd meg volt. Hát a sorozat... Attól is függ az, hogy milyen gyakran lesznek részek, hogy mennyire jön rá például a lájkolekzés, nálam is. Igen. Tehát ja, az is közzé tesz. Én már 50-nek örülök, 50-60-nak. Hát én ilyen 250-nek, 300-nek örülnék. Mert ezért régen ilyen 400-at is kérhettem volna, és annyit is megkaptam, de mostanában ugye sajnos visszaestem, ugye mindenki a live miatt. Olyan csatornákat néz, ahol napi 6 órás live-ok vannak, nem tudom miért most ez a menő, de mindegy. Én meg nem fogok live-olni. Maximum az lesz, hogy nálam fogok. Maximum lesznél, igen. Így nem tudom, 2-3 órás live-ok. Például ilyen Funhub új szerver nyitás, meg ilyenek. Az már volt pár, hol egyik legjobb is volt. Ja, Skyblock, ki akarja nézni, meg ha akar rögni. Az nézd meg, az belinkelem ez a videó alá, ha ki meg akar nézni. Nagyon durva. Amúgy nekem jelzi, hogy hány perces eddig a videó, szóval nem kell. Mennyi neked? Nekem 15 perces lesz eddig. Hát azon gyorsítok szinte vagy olyan kettőt.
Szóval még szóval két percig majd aztán utána felveszük a második részt is amúgy gyerekek. Szóval az első és a második rész között nem fogunk elmondani több újdonságot, meg ilyeneket, meg hogyha esetleg írtok valamit az első részhez, akkor azt a másodikból nem fogjuk megválaszolni, ugyanis egybe megy a kettő. Tehát, hogy külön lesz föltéve, de nálunk itt egy időben megy a kettő. Egyszer veszük fel. Igen. Akkor szerintem kiütöm ezt a szenet itt még, és akkor ez a rész akkor így most ennyi, és akkor... Még esetleg, olyannak gondoltam, legalábbis... Felrobbant egy creeper, te robbantottad. Igen, én. Hogy vendégeket akkor... hívnánk egy részre, valamilyen részre. Egy-egy részre, ja. Vendégeket, mint minden tizedik részre például. Ott van 4 plusz 13 vasam van. Legyen ez például, mint egy híges youtubos, vagy egy néző, vagy egy barát. Ja. Ja, ki mondjuk megre van 400 like, a kisorsulunk mondjuk az alatt komment alatt izé. Még lájkolni kell a videónk, az összes videót fel kell iratkozni, meg le kell írni kommentbe a nevet, aztán akkor mondjuk kisorsulunk valakit. Elég sok vasam van, 55. nekem mindjárt 64 plusz 31. Ja. Na, 21, most mindjárt 30 lesz már tényleg. Na jó, akkor viszont tényleg ez a rész ennyi is lett volna, én a másodikban már föl fogok menni. Tehát én már ott fogom szerintem elkezdeni a második részt. Hogy fönt leszek, mert akkor már nekiállok a kertnek, mert lassan fogy a kaja. Mert az a baj, hogy itt annyira sötét van, nem nekem kéne majd bányásznom, az biztos. Olyaddig majd kivezed a shaders, az cső. Nekem annyira tetszik ez a shaders, nem tudom. Hát jó, de most bányába túlélte, nincs shader. Nem. Úgy te lehomoltál? Aha. És jó, mert én nem tudok oda menni. Azt igazán, mert lesznek igazabb különleges tárgyak, ugyan nevezhető fánhábos tárgyak, úgymond sárkány, ilyesmi. Ja. Na viszont akkor gyerekek, ez a videó ennyi is lett volna. Köszönöm szépen a figyelmet. És akkor hamarosan majd jövünk a következő résszel is. Amint tudunk. Ja. Amint lesz. Szerintem egy ilyen 4-5 nap eltérés lesz a kettő között. Majd meglátjuk, hogy egy hogyan. Egy héttel megpróbálom kettőt. Talán. Ja, Alex biztos, de én még nem ígérem meg. Na, úgyhogy akkor köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett, ha dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és hát én Bence voltam, és itt volt velem Alex. Sziasztok! És sziasztok!